eljönnek az angyalok. A Moonstone Express most érkezik az egyes vágányra. Az egyes vágány mellett kérjük vigyázzanak. A Moonstone Express most érkezik az egyes vágányra. A vágány mellett kérjük vigyázzanak. Kellemes ünnepeket! Vigyázzon, csúszik odakint! Ó, oh, hadd segítsek, uram! Élvezet itt a vásárlás, kisasszony! Már vásároltam ebben a boltban úgy 1000 évvel ezelőtt. Még meg se volt a bolt. És maga nem lehet több 40-nél. Persze. Lefogadom, hogy magácska bármit rám tudna sózni. Jöjjön vissza holnap, uram, és meglátjuk, hogy mit tehetek. Lehet, hogy azt teszem, a nevem Max. Mi történt itt? Úgy látom, hogy a kaptár enyhén szólva üres. Ezen változtatni fogok. A kislány nagyon bátor. Ne féljen, nem hagyjuk, hogy legyőzzön minket az új diszkont szupermarket. $40 lesz. Ronda egy épület, mi? Olyan, mint egy óriás beton sírkamra. De mindenki ott vásárol. Majd teszek róla, hogy ne így legyen. Ott a buszom. Na látja, mit művelt velem? Elvarázsolt a szépségével. Maga igazi sármőr. Kérjük, tekintsék meg akciós játékainkat az első emeleti játékboltunkban. Max! Valamit itt felejtett. Köszönöm, Celery, és kívánom minden karácsonyi álma valami. Honnan tudja a nevemet? Ott van a kitűzőjén. Oh. Gombolkozzon be, Max bácsi. Zimankó van odakint. Max! Ezt itt felejtette! Max! Várjon, kérem! Maxot keresem, ezt ott felejtette. Elnézést! Van önök között egy Max nevű úr? Max úr nincs itt. Sajnálom, indulnom kell. Várj, te kis rohadék, most elkapva! Ne! Eres! Nesze, kinyírlott a szemét! Gyerekek! Hagyjátok abba! Elég volt! Hagyjátok már abba! Hát ezt nem hiszem el! Szedje már el! Jimmy! Tessék, most elkapva! Hagyd abba, Charlie! Kinyírlak! Te szemét! Kell még? Elnézést a késésért! Engedj el! Kell még, te! Engedj már el! Öcsémet! Mi folyik itt? Ő kezdte! Nem, te kezdted! Nem képes fegyelmezni őket! Nyomás! Fel a hálószobádba! Én gyere ide. Jimmy. Na most te jössz. Gyere, fogás. Ebből a nevelő otthonból is ki fogják tenni a szűrődet, mint az előző. Ez egy tetvesen. Azon vagyok, hogy együtt legyünk, de verekedéssel nem oldhatod meg a problémáidat. Ő Jimmy gondozója lesz. Öltözz át, ez most fontos. Nincs mit felvegyek. Most vettem neked új nadrágot, hosszú nadrágot. Jó napot kívánok. Ez azt jelenti, hogy leír a cipőd. Köszönöm, jól. Már vártuk, hogy van? Elnézést a késésért. Fáradj. Letenni ezt valahová, kérem? Köszönöm szépen. Persze. Jó napot, Sally. Jó napot, Mrs. Vernon. Megkapta a referencia leveleimet? Kitűnőek egytől egyig. A főnöke roppant segítőkész, de nem ígér semmiféle előléptetést, sem magasabb fizetést. De majd fog. Az biztos. Mr. Marino nagyon jó ember. A hatóság ebben hajthatatlan, Sally. A jövedelme nem lehet kevesebb a minimális követelménynél. De ez borzasztó hely Jimmynek. Hát egy 12 éves fiú számára nem sok lehetőség van egy állami nevelő otthonban. És statisztikailag igen csekély esélyünk van találni neki. De Mrs. Vernon, az öcsém nem egy statisztikai szám. A családi otthont csak én adhatom neki. Ezt nem maga dönti el, kedves. Azon vagyok, hogy találjak valami más elhelyezést Jamesnek. 7 év telt el, mióta meghaltak a szüleink, és minket elválasztottak. Jimmy nem bírna ki még egy karácsonyt.
És én sem. Hiú reményeket ébreszt Jimmyben. Ezért ilyen van. Azért vad, mert velem akar lenni. Ő egy aranyos kölyök. Megértem, hogy maga ilyennek látja, hiszen az öccse. De sajnos itt vannak ezek a hivatalos jelentések, amik egészen mást mondanak. Apu, hidd el, anyagi gondjaink vannak. Mert felvetted azt a hitelt. Figyelj, ezt szeretném megbeszélni nincs veled. Nincs miről beszélnünk. Tönkreteszed a családi üzletet, Szerus. Apu, kérlek, ne tedd le! Apu! Itt Dolores. Remélem, sikerült meggyőzni ezt a szociális gondozót. Hogy ment? Figyú, hív fel és találkozunk, oké? Csá! Apu, azért adtad át nekem a vállalat vezetését, hogy kritizálhass minden döntést, amit én hozok? 18 évesen jöttem Amerikába. Nem volt egyebem, mint az apámtól tanult mesterség. Megismertem anyádat, és elhatároztuk, hogy folytatjuk a családi üzletet. Erre most te hátat fordítasz a hagyományoknak. Apu, ez a hagyomány egy vagyonunkba kerül nekünk. Minden egyes dísz kész ráfizetés. Nézd meg, milyen visszhangja van az elbocsátásoknak. Az is a te ötleted volt. Az ördökhöz hasonlítanak téged. Nézd, karácsonyi díszeket gyártunk. Ez nem jótékonysági intézmény. Megmondtam, ne vegyél fel hitelt. Fel kellett újítani a kemencéket. Apu, a világ megváltozott. Miért nem veszel fel valakit, hogy segítsen? Nem jó ötlet felle mászkálnod a lépcsőkön a mosógéphez. Nem kell segítség. Úgyis hamarosan elmegyek. Apa, gyere és költöz hozzám. Nincs lépcső, és csak ideglenesen maradsz. Nem vagyok gyerek. És árulóval nem lakom együtt. Mióta anya meghalt, csak is zsörtölődsz. Anyád forgolódna a sírjában, ha látná, miket művelsz. A céget a nagyszüleid alapították. Legalább az ő emléküket próbáld megőrizni. A cég csak úgy maradhat meg, ha igazodik a 21. századhoz. Kár, kérlek. Elsőjétől automatizálom a gyártást.
Teljesen ki vagy. Mi van az öcséddel? Ne is kérdezd. Hajnali egyik fent voltam, mert új ötleteken agyaltam. Más se jár az eszedben. Nem csoda, hogy szingli vagy. Hogy csábítsuk be a vevőket? Egyet fizet, kettőt kap akció. A háztartási osztály. Valami trükk kéne. Sok szerencsét. Nagy karácsonyi akció. A játékosztály. 40%-os árengedmény. Mr. Marino, a szociális munkás szerint nem akar engem kinevezni. Nem dönthetek előléptetésekről, amíg nem látom a karácsonyi számokat. A jövő héten leszek 25 éves. Végre elértem a kort, amikor örökbefogadhatom az öcsémet, de nem írják alá a kérelmet, amíg nem kapok fizetésemelést. Hát... Jimmynek rám van szüksége. Egy lépésre van a javítóintézettől. Hát akkor remélem, a Mikulás beküld néhány vevőt. Mert nem adhatok semmit, ha nincs áruforgalom. Remek. Már csak ez hiányzott. Sally! Tudom! Kiment a biztosíték! Megyek már! Mr. Marino, szeretnék mondani valamit. Maga bármit mond nekem, az nekem pénzembe kerül. Sokkal szebb kirakatokat tudnánk csinálni, mint ez. Tudom már, mi kell ahhoz, hogy ide csődüljön egy csomó látogató. Milyen látogató? Mindenki a plázában van. Ide jönnek, ha láthatnak valami különlegeset. A karácsonyi kirakatrendezés hagyomány. Még sose járt New Yorkban. Nem szeretem a nyüzsgést. Bloomingdale, Barney's, Marshall Fields Chicagóban. Tágítsa a látókörét. Hogy néz ki ez? Jöjjön ide! Hát ez borzasztó! Nekem nem bámészkodókra van szükségem, hanem vevőkre, akik be is jönnek a boltba. A pincében megvan minden, ami csak kell hozzá. Egy Norman Rockwell festmény jár az eszembe. Nézze, én nem bírom a művészies dolgokat. Az lesz a neve, hogy a kirakatok ünnepe. Az emberek megállnak, megnézik és bejönnek a boltba. Nézze, már is működik a dolog. Hello. Hát, nem is tudom. De hát itt a mindenható dollárról van szó. Ilyenkor a boltnak zsúfolásig tele kéne lennie. Apám mindig azt mondogatta, a dollár az alap, amelyre felépítjük a kaptárt. Végre egy férfi, aki tudta, hogy mi a dörgés. Mikor kicsi voltam, a szüleim mindig elhoztak ide Jimmyvel, hogy nézzük a kaptár kirakatát. Játékvasút, karácsonyi falvak. Az egész államból jöttek az emberek. Kolosztális forgalom lehetett. Az apja látnok volt. És maga? A Moonstone-i gyors 5 perc múlva érkezik az egyes vágányra. A Moonstone-i gyors érkezik az egyes vágányra. Hesperidis? Joe Hesperidis? Hesperidis? Hesperidis! Hesperidis! Itt vagyok! Joe Hesperidis! Igen. Ne vágjon olyan csalódott arcot, Max. De hát nem egy nőre vártam. Ó, ne áltassa magát. Azt hittem, hogy ő jön le, hogy fegyelmezze magát. Nem hittem semmit. Megkaptam az üzenetet. Miért kell pánikolni?
Régi motoros vagyok, de ez az első alkalom, hogy le kellett küldeni valakit, fegyelmezni az egyik ügynökünket. Fegyelmezni? Számtalanszor megrovásban részesítették a szokatlan módszereid miatt. Kosztümök, paróka. Legutóbb énekelt és táncolt. Minek is álcázta magát ezúttal? Mi nem színészek vagyunk, Max. Akárki is írta a szabályzatunkat, higgy el. Sose dolgozott terepen. Itt hidegebb van, mint gondoltam. Ezért nevezik térnek. Akkor menjünk be. Rendben. A Moonstone-i gyors 2 perc múlva érkezik az egyes vágányra. Azt se tudja, mit művelt, nem igaz? Én csak végzem a munkámat. Ne szólítson főnöknek. Segítsen. Mi is volt a feladata? Ez beugratós kérdés. Max, nagyon várom a választát. Az volt a feladatom, hogy szálljak ki Moonstone Bay-be, Maine államba, és nyújtsak segítséget a főutca 606-os szám alatti lakosnak. Nálam van a hivatalos megbízási parancsa. Szeretném, ha újraolvasná. Főutca 909. Azt a mindenit. Látja, hogy mit csináltam? Fejjel lefelé néztem. A 909-es szám alá kellene mennie. 4 nap van hátra karácsonyig, és 2 már elpazarolt egy más személyre. Annál a Sally Reednél van még a doboz. Az attól függ. Talán nincs. Elmegyek a 606-osba. Elveszem a dobozt, és leadom a 909-esben, ahová álljon kell. Álljon meg a menet! Mi ez? Csak úgy jön és átveszi az irányítást? Maga még sose dolgozott terepen? Nem olyan nagy dolog az. Most nem érek rá vitatkozni. Szorít a határidő. Mikor késtem le egy határidőt? Nem találja furcsának, hogy a 606-os lakójának sejtelmese volt, mit kell tennie a dobozzal? Az elején egyik ügyfél se tudja, hogy mit kell tennie. De hát nem Sally az ügyfél. Figyel maga arra, amit mondok. Természetesen. Minden egyes szava főnök itt benn van, mint egy páncélszekrényben. Tudja, maga rontja a statisztikámat, Max. Nagyon rontja. Felmentem. És kérem, hogy ne szólítson főnöknek. Én csak a regionális felügyelője vagyok, nem a főnök. Na jó, lássunk neki. Lehet, hogy akad még néhány elvarnivaló szál. Az kizárt, hogy együtt varrogassuk el a szálakat. Maga visszamegy a központba. Ki van rúgva? És Max? Adja le a szárnyát. Napot. A nevem Joe Hesperidas. Úgy tudom, a minap már találkozott a nagyapámmal. Tessék? Igen, az üzletben. Véletlenül magánál hagyott egy dobozt. Max bácsi? Hát persze. Jöjjön be. Ó, köszönöm. Ott van a doboz. Felnyitotta. Sajnálom. Gondoltam, találok egy nevet vagy egy címet. Ezt nem magának szánták. Tudom. Megpróbáltam visszaadni a nagyapjának, de egyszerűen eltűnt. Mondja, messze van innen a főutca 909? Igen, a város másik végében van. Az pont a Hoffman karácsonyfa díszbolt. Övék a doboz? Nagyapám régi barátja a Hoffman familiának. Kár, nekem is régi barátom. Lenyűgöző, de nekem most oda kell sietnem. Szívesen elviszem oda. Nem, már elintéztem. Odakint vár egy taxi. Sok sikert a papával. Joe! A nyaklánc! Joe! Ez az utolsó fizetés átutalás. Hál' Istennek.
Ez a munka nem fog hiányozni. Segíthetek? Ó! Hoppá! Nem hagyom, hogy a vevők összetörjék az árut. Abból nagy gubanc lenne leltározásnál. És bizonyára nem olcsó egy ilyen dísznek az előállítása. Úgy beszél, mint egy könyvelő. Könyvelő, hatékonysági tanácsadó, minden, ami számokkal kapcsolatos. Joe Hesperidas. Mondja, hol találom Carl Hoffmant? Én vagyok az... Találkoztunk már? A nagyapám Max bácsi, családi barátjuk. Nem rémlik semmi. Nos, ezt az ajándékot ő küldi magának. Sajnos véletlenül téves címre vitték, utána kellett nyomoznom, de hát ez hosszú történet, hoztam, mint a karácsony 12 napja. Nagyon kedves magától, hogy nem sajnálta a fáradtságot. Képzelje, még sose jártam egy karácsonyfadísz üzletben, így gyártják őket? Ami azt illeti, a gyár ott van hátul, de nem egy érdekes látvány. Ó, ne szerénkedjen, ezek gyönyörű szép tárgyak. Szeretném látni, hogy készülnek. Hát lehet, hogy tényleg érdekes. Elnézést, nem kér kávét, vagy teát, vagy forró csokit? Ó, egy forró csokit szívesen meginnék. Mint a középkorban. Hát a hagyomány sajnos egy vagyonba kerül. Már magában a munkaerő, az előállítási költség megnyomorítja. Végre valaki, aki megérti. Tesztényen kell maradni, ez a lényeg. De már küszöbön a jövő, az automatizálás. Nincs több betegszabadság, nincs több juttatás, nincs több nyugdíj alap befizetés. Kinek kellenek engedetlen alkalmazottak? Képzelje, az egyik beosztottam azt képzeli, hogy a szabályok mindenkire vonatkoznak, csak ő rá nem. Bontsuk fel az ajándékát. Látta már valamikor? Nem, nem valószínű. Ez üres? Úgy tudom, Max nagyon szeretné, ha elfogadná ezt tőle. Fogalmam sincs, mi köze van ehhez a családomnak. F.E. Ki ez? Egyetlen F.E.-t sem ismerek. Honnan szerezte ezt a nagyapja? Hát fogalmam sincs. Mégis miért küldte el nekem ezt a dobozt? Nagyapának vannak furcsa dolgai. Jaj, azt hittem egyből tudni fogja, mihez kezdjem vele. Jaj, ne hamarkodja el. Talán támad egy ötlete. Az nem valószínű. Maga tényleg nagyon szeretheti a forró csokit. Ó, még sose hittem ennyire finomat. Honnan vette? Hát, ez csak egy instant por. Van még a konyhán. Inna még egyet? Ó, köszönöm. Sally Reed. Szia, Carl. Elnézést a zavarásért. Dehogy. Istenem, ezer éve nem láttalak. Remekül nézel ki. Te is, Sally. Mit keresel itt? Hát, én csak a visszahogy... A nagyapám tévedésből nála hagyta a dobozt. Az égvilágon mindent lerendeztem, Sally. Nem kellett volna ide fáradnia. A kaptárban dolgozol. Igazgató helyettes vagyok. Minden idők legfiatalabbja. Hát, ez nem lep meg. Mindig is céltudatos voltál. Elnézést, de a nagy sietségben elfelejtettem odaadni ezt. A dobozban volt. Olyan gyönyörű, hogy felpróbáltam, és hát elfelejtettem visszatenni. Carl, valami baj van? Volt egy különös álmom az éjjel. Benne volt ez a doboz, meg a nyaklánc is. Minden álom célzatos. Ajándék a kozmoszból. Örülök, hogy láttalak, Carl. Én is. Várjunk csak, ez tehát ékszeres doboz. Nem az, csak régen volt ékszeres doboz. Azt mondta, fogalma sincs, hogy mi ez.
Hát nincs is, nincs. Én csak azt hittem, más jelentősége van. Feltétlenül beszélnem kell a nagyapjával a dobozról. Hát ez kissé nehéz lesz, mint mondottam, sehol se találom őt. Azt viszont tudom, hogy ezt a dobozt magának szánta. Hogyan köszönjem meg, hogy elhozta nekem? Biztos lesz valami ötlete. Hát esetleg találkozhatnánk valamikor. Mondjuk ma este. Oké, szuper. Este 8-kor a Blue Note-ban, a Broadway-en van. Rendben van. Elnézést. Broadway? A kaptár bemutatja a karácsonyi kirakatok ünnepét. Figyeled, milyen sokan nézegetik a kirakatodat? Nagyon tetszik nekik, főleg a kis vonat. Ha így folytatod, hamarosan kineveznek igazgatóvá. A női alsó nemű osztályon hónapok óta nem volt ekkora forgalom. Elkapkodták a melltartókat. Marino a Mennyországban van, azaz csak enyhén depressziós. Nem érdekel. Csak költsenek sok pénzt. Pénz, pénz, pénz. Dolores, mondd, hiszel a sorsban? Abban, hogy nem véletlenszerűen történnek a dolgok, még akkor is, ha nem értjük, hogy miért. Természetesen. Bárminek is hívják. Isteni beavatkozás, végzet, karma, véletlen. Miért? Mert újra találkoztam valakivel, akiről azt hittem, hogy... bótaság. Kivel? Emlékszel Karl Hoffmannra? Hogy is felejthetném el? Együtt lógtatok egész nyáron az érettségi után. Sally, egy szívességet kérnék. Kézbesítse ezeket. Telefonrendelés. Kevés az emberünk. De épp a kirakatot rendelem. Ez a pali egy vagyont költött el nálunk. Itt van a címe. Franz Hoffmann. Kérem, írja alá, Mr. Hoffmann. Jó, jöjjön be. Maga ismerős nekem. Sally Reed. Karl és én... Hogyne, már emlékszem. Karl és maga nem is tette túl magát rajta. Úgy szeretem a díszeiket. A szüleim semmi más nem tettek volna a fára. Részt vettem az elvesztésük miatt. Tudja, mióta a feleségem elment, nem bírok magamhoz térni. Nem könnyű egyedül élni. A fiam sajnos ezt nem érti. Na jó, akkor kérem, írja alá, itt lent. De hát én nem rendeltem semmit. Azt mondták, betelefonált. Ne. Telefonálhatok? Hogyne, jöjjön, az ebédlőben van. Vic, itt Sally. Elhoztam a csomagot Hoffmannékhoz, de Mr. Hoffmann azt mondja, nem rendelt semmit. Milyen név van a hitelkártyán? Mr. Max? Nem, minden rendben, majd visszahívlak. Ki ez a Mr. Max? Tegnap láttam először. Karlnak kellett volna vinni egy csomagot, de véletlenül én kaptam meg. Nem ismerek semmilyen Mr. Maxot. Most pedig az unokája mindenhol keresi, de ő egyszerűen kámforrá vált. Honnan van ez a kis kanál? Gyönyörű, igaz? Ki az az F.E.? Frida Eisztos. Az anya. Még gyerekkoromban csempésztem ki kelet Németországból. Az utolsó tárgy a szüleimtől. Nem használom, csak elővettem, hogy letisztítsam. Karl látta már? Nem hinné. Megmutathatom én neki. Nagyon fontos lenne. Elnézést, most mennem kell. Sally, jöjjön be. Megkaptam az üzenetét. Jó hírem van? Igazán? Igen. Jelentkezett egy család Portlandből. Nagyon jó család. Kitűnő eredményeket értek el igen problémás ügyfelek esetében. És jelezték, hogy örökbe fogadnák az öccsét. Örökbe fogadják? De mi van az én kérelmemmel? A család január 1-től kész fogadni Jimmy-t, és hát őszintén szólva, Sally, úgy vélem, hogy ez az utolsó és egyben a legjobb esélye az öccsének, hogy bekerüljön egy normális családba. Jimmy-nek én vagyok a családja. Az állam 6 különböző otthonba helyezte az utóbbi 7 évben. Minden egyes családpapíron jól festett,
de a valóságban iszonyúak voltak. Mrs. Vernon, Jimmyvel egyedül én tudok szót érteni, ez maguknak semmit se számít. Mondtam már, a szabályok és a rendeletek... Van úgy, hogy ami papíron áll, vagy amit a tankönyv ír, az nem működik a való világban. Jimmynek még nem szóltam róla, majd karácsony után megteszem, de ettől nem tágítunk. Akkor se adom fel. Sally, amíg Jimmy tudja, hogy maga harcol érte, addig sose fog beilleszkedni egy másik családba. Adja neki a legszebb karácsonyi ajándékot, amit csak adhat. Engedje el. Elnézést. Segítene? Ezer örömmel rögtön megyek. Ó, Jézusom, te jóságos Isten! Maga most készületlenül talált. Maga egy nagyon-nagyon-nagyon jóképű férfi. Bocsássa meg a merészségemet. A nevem Maxine, de az a helyzet, hogy magára az a népje szólik a legjobban, hogy Bika. Köszönöm. Na jó, ebből elég ennyi. A nevem Maxine. Ja, de ezt már közöltem. Jaj, annyira ideges vagyok. Olyan nevetséges vagyok. Miben segíthetek? Parfümöt szeretnék vásárolni, és szükségem lenne a tanácsára. Oké, nagyon szívesen gondolom, hogy a parfümöt a nagy... Nagy. Ennek szánja, ugye? Egy hölgy tett nekem egy szívességet, és szeretném megköszönni. Ó, de aranyos, és milyen a hölgy? Hát, őszintén szólva, olyan jól nem ismerem, de gyönyörű mosolya van. De ide valami könnyed és friss kell. Véleményem szerint virágos, de azért diszkrét. Olyan légies, de nem túlzottan könnyű. Hát van egy termék, a készletemben, aminek a neve Vadul a tengerparton. Azért ne vigyük túlzásba, alig ismerem a hölgyet. Nos, az udvarlás művészete sajnos hanyatlóban van, de ez esetben mégis ezt ajánlanám. Hát magam is udvarláspárti vagyok, de kissé korai ez a Vadul a tengerparton. Ezt még megtehetnénk, hogy összeillesztjük a parfüm illatát a hölgy életstílusával. Mivel foglalkozik a hölgy? Joe könyvelő, vagy ilyesmi. Joe Hesperidas. Joe Hesperidis. A kis Joe talán jobban örülne egy keserésebb, savasabb illatnak. Hogyan? Eau de toilette. Dobozon az áll, hogy francia, de Scrantonban gyártják. Közepes, szinte unalmas. De tökéletesen illik egy középvezető szintű papírtologatóhoz. Az ára $50. Maxine, üdvözlőkártya is kéne. Segíthetek? Elnézést, ide hívná a kolléga nőjét, Maxine-t. Nincs ilyen nevű dolgozónk, uram. Milyen kártyát szeretne? Elnézést! Itt találom Carl-t, nincs a boltban. Hazament. Ki mehet haza 2-kor? Egy főnök bármikor elintézheti a magánügyeit. Magánügy? Azt hiszem, ma lesz a nagy randevú. Tudja, azzal a könyvelőhölgyel. Átadjak neki valami üzenetet. Nem. Ezt személyesen szeretném elmondani. Kösz! A véletlen találkozásokra. A nagyapjára. Oh. A téves kézbesítésekre és fordított házszámokra. Ezt nem értettem. Tudja, annyira imádom, ahogy a kis buborékok felfelé kúsznak a pohár oldalán. Nem ívott még eleget? Ez a leglátványosabb valami, amit valaha kóstoltam. Hoztam magának valamit. Ajándék?
Nekem? Ó, ez csodálatos. Ó, ez francia. Sokat fáradozott a családomért, ezt szerettem volna megköszönni. Képzelj, én még soha senkitől nem kaptam parfümöt. Ó, ó. Ó. Szagolja meg! Csak csinjan a parfümmel. Ó, ha tudnám, milyen sokat jelent ez számomra. Joe, szeretnék feltenni néhány kérdést a nagyapjára. Muszáj Maxról beszélnünk. Többet kell tudnom arról a dobozról. Nyilván van valami jelentősége, de nem tudom, mihez kezdjek vele. Imádom ezt a nyakkendőt. Mutasd a nyakkendődet. Ó, nézd. Passzol a szemedhez. Hol találta a dobozt? Honnan tudta, hogy a családom tulajdona? Táncoljunk? Nem, Joe, nem táncolok. Nem vagyok jó táncos. Gondolkodjon, Joe, a doboz. Biztos benne, hogy a nagyapja nem mesélt magának semmit arról a dobozról. Ugyan már látom, hogy dobolsz a lábaddal az asztal alatt. Az csak az idegességtől van, olyan, mint az arcrángás. Ne, Joe, kérem. Táncoljunk, gyere, gyerünk. Hoppá! Na, hogy kell taníts meg, gyerünk. Ez az, mutasd, hogy kell táncolni. Ez az. Bocsánat. Ott áll az íróasztalomon is. Úgy érzem, mintha fixírozna. Most miről beszélsz? A dobozról. Muszáj beszélnem Max-szal. Jaj, Kár, hagyjuk ezt. Táncoljunk. Átnéztem a cég adatbázisát, a levelezésünket. Még az édesapám karácsonyi üdvözleteit is, de az égvilágon sehol se találom Max Hesperidas nevét. Ha tényleg a család barátja, Max akkor... elment, Carl, nincs se híre, se hava, eltűnt a városból. Ezt honnan tudja? Max visszament a központba. Milyen központba? Őszinte lesztek hozzád. A központ az csak egy jelige. Igazából egy észak-nyújörki idősek otthona. Max szívből utálja, mindig kijelentkezik, és egyszerűen eltűnik. De én komolyan azt hittem, hogy neki ott a legjobb, de néha úgy érzem, hogy... Sajnálom, ne haragudjon. Nem akartam felkavarni. Nem lehetne, hogy ne beszéljünk Maxról. Csak táncoljunk. Rendben. La-la-la-la. La-la-la-la-la, a karácsony a legszebb ünnep, la-la-la-la-la-la, karácsony, hoppá! Ha kapan! Nincs kedved feljönni egy pohárkára? Azt hiszem, már így is eleget ívott Joe. Kusszon szépen be az ágyába, és hajcsízzon. Takarj be, nagyfiú! Nem, köszönöm, Joe. Kérlek. Joe maga eltitkol valamit? Mire gondolsz? Úgy érzem, valamit visszatart. Most is úgy érzed, hogy visszatartok valamit? Nekem túl gyors ez az iram, Joe. Én szeretnék a barátja lenni, és jobban megismerni. Ó, majd meggondolod magad. Köszönöm ezt a varázslatos estét, Mr. Hoffman. La-la-la-la! Kell veled. Erre. Gyere. Kösz. Ilyen rövid volt. Nem túl ígéretes, Randi. Honnan tudtad? Megsúgták. Mi ez az iszonyú bűz? Ja, majd el kell hambasztanom a ruháimat. Szóval, kész katasztrófa volt. Hát lássuk csak. Joe enyhén becsípett.
Végig a lábamon táncolt a tűsarkú cipőjével, igen különös megjegyzéseket tett a nagyapjára, majd megfullasztott a csókjával, és fel akart hurcolni a szobájába. Szerelem első látásra. Csak azért hívtam meg, hogy kiszedjek valamit belőle Maxról, és arról a fránya dobozról. Én is erről akarok veled beszélni. Megtudtam, ki az az FR. Mi? Frieda Einstoss. Ez volt a nagymamád leánykori neve. Hát persze. De hogy terítetted ki? Apukát kicsempészett egy ezüst kanalat Kelet-Németországból. Rajta van a monogramja. FE. Mit kerestél apukámnál? Kiszállítottam egy rakás karácsonyi ajándékot a kaptárból, amit meg sem rendelt. Kiderült, hogy a megrendelő Mr. Max. És ki ez a pasi? Nem tudom, de mutassuk meg a dobozt apukádnak. Akarod? Lent van a boltban. Akkor szólok az őrnek, hogy zárjon be utánunk. Jó. Úgy látszik, ma lesz még egy randid. Sehogy se hagy nyugodni az a mondat, amit Joe ejtett ki. Ez régen ékszeres láda volt. Régen az volt. Ó, nézd az összeillesztést az alján. Más a felülete. Üres. Ezzel. Kösz. Ez fura. Fordítsd meg. Mi lehet ez? Nem tudom. Manapság már senki se ér rá ilyen aprólékos munkát végezni. Csodálatosak. Berlin, 1962. Ez itt az apukám gyerekkorában. Akkor ők a nagyszüleid? Valószínűleg. Még sosem láttam őket. Beszélned kell apukáddal. Halló? Mr. Marino, mi a baj? Ó, Istenem. Tűz van a kaptárban. Mennem kell. Hogy történhetett? Egyszerűen nem értem. Sikerült megfékezni a kirakatban. Nem terjed tovább a boltban. Hál' Istennek senki sem sérült meg, aggódtunk magáért. Azt mondta, túlórázik. Nem, amikor eljöttem, csak az új biztonsági őr maradt itt. A pasinak nyoma veszett. Lehet ennél rosszabb a karácsony? Azt hiszem, megtaláltuk a bűnöst. A játékvasú trafó. A trafó? Az lehetetlen. Kihúztam belőle a drótokat, és áramtalanítottam is. Úgy van, én is láttam. Kilenc óra van. Még ágyban van. Megmondtam, hogy menjen vissza a központba. Valaki felöntött a garatra az este? Valaki iszonyú erővel kalapál a fejemben. Ezt hívják másnaposságnak. Sose felejtem el az elsőt. Alexander konya. Istenem, micsoda éjszaka volt. Miért nem figyelmeztetett? Embernek lenni nem fenékig, Tejföld Joe. Ezt saját bőrén kellett, hogy megtapasztalja. Mert isik, egy kis kálium. Ez jót tesz. Nem kell ennivaló. Egye csak meg, jobban lesz. Rám mosolygott Max, és összeszorult a gyomrom. Meg tudnál nekem mondani, hogy a működési szabályzat melyik cikkeiben áll az, hogy
beleszeretni egy ügyfélbe megfelelő magatartásnak számít. Francia parfümöt vett nekem. Ja, persze. És maga mit csinált? Fúj! Megfürdött benne? Olyan varázslatos este volt. Nekem más tervei vannak, Carla. Tartsa magát távol tőle, különben összetöri a szívét. Hát ezt jól összekutyultam. Úgy van, összekutyulta. Segítse nekem, Max. Nem hallottam jól, elnézést. Joe, kicsit hangosabban, ha lehet. Jaj, ne már, hadd ne mondjam el még egyszer. Nézze, ha azt akarja, hogy egy csapatként próbáljuk menteni a menthetőt, akkor bizonyos szabályokat kénytelen lesz betartani. Nincs több randizás, nincs több parfümözés, nincs több pezsgőzés. Csak a forró csokit ne mondja, kérem. Egy bűnt azért szabad. Egyet se, Nuku. A szabály a szabály. Jól van áll az alkú. Sok munkánk lesz a következő két napban. Csak egy kérdésem van. Maga gyújtotta fel a kaptárt? Rövid zárlatos volt a transformátor. Na és Carl álma? Azt mondta, egy kérdése van. Ugyan, már társak vagyunk. Öltözöm fel, aztán megmutatom, miként dolgozik a mester. Örülök, hogy utolértelek, Sally. Megpróbáltam beszélni vele, de letette a kagylót. Szóltál a dobozról? Szóhoz se jutottam. Akkor próbálkozz még, Carl. Nem hiszem, hogy tudok. Muszáj, Carl! Ha tudnád, hányszor szerettem volna elmenekülni az öcsémtől és a szüleimtől. Önálló akartam lenni, saját életre vágytam, érted? Ismertél akkor. Aztán egy napon elmentek. Csak úgy, szó nélkül. És ekkor visszasírtam mindazt, amitől menekülni akartam. És most küzdenem kell azért, ami maradt. Tudom, hogy szereted apádat, Carl, de olyan rövid az élet. Ne hagyd, hogy eltávolodjon. Amikor anyu meghalt, tudtam, apunak szüksége van segítségre. Felmondtam a New York-i állásomat, hogy visszajöhessek. De úgy viselkedik, mintha a terhére lennék. Mindegy. Nem sejtettem, hogy te is visszajöttél. Még mindig eszembe jut az az együtt töltött nyár. Emlékszel rá? Minden egyes percére. Emlékszel a vízesésnél töltött éjre? Nehéz elfelejteni. Szerinted mi lett volna, ha mi... Nincs értelme, Carl. A baleset mindent megváltoztatott. Sally. Rohannom kell. Majd én beszélek az apukáddal, jó? Rendben. Ígérem. Mit vettél a nővérednek, Jimmy? Ezeket neki csináltam. Egyet karácsonyra, egyet a szülinapjára. Ó, na hát, hiszen ez gyönyörű. Ezen rajta van az egész családod, igaz? Az te vagy? Ami a szívből jön, az a legszebb ajándék. Csak felragasztottál néhány hülye fényképet. Hogy lehet ilyen lökött ajándékot adni valakinek? Bunkó! Rohadék! Gyerekek, hagyjátok abba! Azonnal hagyjátok abba! Mi van veled, Jimmy? Ezért mi kapsz? Jimmy! Charlie! Jimmy, hagyd abba, kérlek! Engedd el! Charlie! Jimmy, abba hagyni! Azonnal abba hagyni! Takarodj a szobádba! Sajnálom, Sally. Na, mindenki a konyhába. Gyerünk, szaporán! Kapunk valami nasit? Van csoki, vagy csoki smogyi? Van még egy takaró. Olyan. Az jó.
Jól vagy. Emlékszel erre? Az első horgászatom. Apu nekem adta a papa régi botját. Annyira büszke volt rád. Akkor vettük az új lakóautót. Apa rajongott érte. Anya influenzás volt, igaz? Kutyául érezte magát. De egy szót se szólt, hogy ne ronts el a kirándulásunkat. Zuhogott 3 napig. Hideg, nyírkos idő volt, de egyszer se panaszkodott. Anya jó ember volt, igaz? Apa is az volt. Néha alig emlékszem az arcukra. Hiányoznak. Nekem is. Ez sosem múlik el? Azt nem tudom. Remélem, igen. Figyelj, mit szólsz? Veszünk egy kis ragasztót, és megjavítjuk ezt. Nem lehet megjavítani. Nem adom fel olyan könnyen, Jimmy. Neked csináltam karácsonyra és a szülinapodra. Úgy hallottam, egyik ünnepet se törölték. Na gyere, együtt sikerülni fog. Tehát, minek köszönhetem a látogatását? A fia beszélni akar magával, Franz. Én végeztem vele. Karácsony van. Az is olyan nap, mint bármelyik. Az ember, aki egész életét arra szánta, hogy szebbé tegye mások karácsonyát, most nem akarja megünnepelni. Már rég elvették tőlem a karácsonyt. De van egy fia. Maga és Karl nincsenek egyedül. Van egy családi vállalkozásuk, ez még jobban összeköti magukat. Adjon neki még egy esélyt. Nem tudom, hogy hozhatnám ezt helyre én. Csak beszélgessen vele. Miért nincs egy ilyen lányom, mint maga? A fia olyan, mint én. És nagyon szereti magát. Kérem, csomagolja össze James Holmiát január 1-ére. Ez az akciós sapi szerintem jól állna a holdereken. Hát, ha jobban viszik őket. Amit ígérgettél nekem, az is mint hazugság. Nem értem, miről beszélsz. Nem akarok Portlandben élni. Hadd magyarázzam meg, Jimmy. Hogy fogunk együtt pecázni? Jimmy, kérlek. Jó lesz rá ez az usánka? Ne, inkább a fülvédőt. Miért nem mondtad? Mindent megteszek, hogy jó legyen. De megígérted. Nem akarok idegenekkel karácsonyozni. De hát ezt én sem akarom. Igazad volt, Sally, itt sokkal aranyos. Dosász, hagyj békén. Tökéletes. Téged más se érdekel, mint a munkád, a pénz és ez a hülye üzlet. Ez nem igaz. Hazug vagy.
Én csak egy valamit akarok karácsonyra, és az pedig nem kapható a kaptárban. Figyelj, Jimmy, be kell rendeznem ezt a kirakatot. Aztán megkérem Mr. Marinót, hogy engedjen el korábban. Várj meg az irodába, jó? Jimmy, ne veszítsük el a reményt! Nem vitatkozni jöttem, apa. Abban vagyunk a legjobbak. Tulajdonképpen azért jöttem, hogy megkérdezzem, hogy mi ez a láda. Az anyámé volt. Frida Einstein. Erről sosem meséltél. Szomorú emlék, eltemettem. Ezt a nyakláncot apa csinálta anyának. Rajta. Apa, jól vagy? 14 voltam. Apukám és anyukám. Akkor húzták fel a falat. Úristen! Még itt vannak. Azt hittem, végleg eltűntek. Honnan van a doboz? Max-tól. Sally mesélt neked róla. És ő hol találta? Nem tudom, apu. Ezt miért nem fejezték be? Szent este volt. A kommunisták folyton sanyargattak. Mindjárt készen van. A többit tegyem a dobozba. Igen, Franz, köszönöm. Óvatosan. Megint letartóztattak egy családot, amiért karácsonyoztak. A kommunisták még a karácsonyt is elveszik tőlünk. Frida! Josef! Indulnunk kell. Azt mondtad, holnap? Szent este van. Letartóztatták Leopoldot. Gyertek, kész az alag. Nem csomagoltunk be. Arra már nincs idő. Hozzátok a díszeket és siessünk. Bőröndem kell. Óvatosan a díszekkel, Franz. Hol a hatodik? Nincs rá időnk. Gyerünk, sietnünk kell. Tessék, ezt tedd a zsebedbe. De olyan szép volt, az volt a... Ez most nem számít, kisfiam. Induljunk. Hova megyünk? Nyugatra. Franz, mosolyogj a tisztre. Maga elvtárs, jöjjön ide. Papírokat. Mit akar tőle? Azt nem tudom. Köszönöm. Gyertek velem. Megkérdeztem, miért nem dolgozom. Mondtam neki, hogy szent este van. Ki dolgozik szent este? Gyertek. Gyertek. Gyorsan. Erre. Óvatosan. Gyerünk. Siessetek! Franz, te mész előre! A dobozt. Óvatosan. Büdös van itt lent! A túloldalon jobb lesz a levegő. Megígérem neked, kisfiam. Anya! Ne! Jól vagyok. Segíts felállni. Eltört a lábad. Majd követlek.
Jön a rendőrség! Induljatok most azonnal! Elviszlek a hátam. Akkor nem jutunk át. Valami baj van, tisztelvtárs. Mit csinál maga itt? Franz, nélkülünk kell átmenned. Muszáj. Nem! Egyedül nem megyek! Nem hagylak itt titeket! Menj! Menj a bácsival! Nem hagylak itt! Vele biztonságban leszel! A szívem súgja! Ezt őrizd meg nekem, Franz, amíg újra találkozunk. Menj! Vidd a díszeket, fiam! Menj! József! Sajnálom! Annyira sajnálom! Ne! Anya! Megmentette az életem. Nem tudom, ki volt. Nem hittem, hogy látom még valaha. Apu, én megálmodtam ezt a dobozt. Álmomban valaki egy alagúton át menekült. A lipcsei templom, ahol a szüleim esküdtek. A vonatot édesapám apja festette. Ha jól számolom, 1920 körül. A családunk a havon. De ezt nem fejezte be. Majd te? Ugyan. Miért nem? Nem csinálom már. Tehetséges vagy, Carla. Bíznod kell önmagadban. Ebben a dobozban benne van az örökséged. Képes vagy rá. És nagyon ünnepélyes. Kérem, ne álljon a kirakat elé. Jól van, ne, jól ne, van, kérem, kis ne csinálja. Anyja. Tudod, én is itt dolgoztam egykor, lent, a földszinten, jóval előtted, a női cipőosztályon, bizonyám. Kérem, ne csinálja ezt. Mit csinál itt? Annak idején bárki vásárolhatott a boltban, és boldog lehetett. A pénz boldogít. Ilyen fiatalon ennyire cinikus vagy. És elfoglalt. Na és hogy megy a bolt, ha? Nagyokat kasszálnak? Senki se vásárol nálunk. Akár ingyen is adhatnánk. Látod, ez remek ötletnek hangzik. Igen, ki is rúgnának érte. Egy boltban semmi sincs ingyen. Nem hát, de elvárják, hogy elkösd az utolsó filléredet is. És semmit se adnak vissza. És még azt mondják, ez a karácsony szelleme. Jaj, nagyon, nagyon fázom. Teljesen át vagyok fagyva. Tudna várni egy percet? Hát, hogy ne. Időmilliómos vagyok. Édesem, ha ezt levonják a fizetésedből, akkor... Jaj, olyan szép ez a kabát. Ó, jaj Istenem, téged ki fognak rúgni? Elveszik a kevéske pénzedet, és akkor mihez kezdesz? Halálra fagy ebben a cipőben. Üljön le. De biztos, hogy... Mit csinál? Te a lábbeli osztályon dolgoztál, ugye? Kisegítőként kezdtem. Állati jó voltam.
Ja, édesem, még soha senki nem tett ilyet velem. Na, Uram Isten! Ez borzasztó drága. Higgy el nekem, az igazi boldogság nem eladó. Boldog karácsonyt kíván a kaptár. Oh, te olyan jó szívű vagy. Köszönöm. Nekem nem kell. Köszönöm. Na, ez csinálod. Most aztán megyek, jó? Látta Jimmy-t? Nem, azóta nem láttam. Megkeresem neked. Köszi. Mr. Marino, az öcsém nincs az irodában? Nincs, viszont van egy fél pucér próbababa a kirakatban. Állítólag elajándékozta a ruháit. Most ne. Most ne? Egy nyapjukabátot meg egy pár olasz bőrcsizmát is odaadott. Van fogalma, mennyibe kerül? Rengeteg pénzbe. És egy kasmírsálat is odaadtam. Ez az új mottónk, uram. A szánalomra nem teszünk árcédulát. Jimmy! Megtaláltad? Sehol sincs. Jó, biztosan hazament. Falazol nekem? Hogyne. Igen. Itt van Jimmy. Ma még nem láttam, de hagyott magának levelet. Itt van. Jaj, ne. Tessék. Többit senkinek se kell miattam aggódnia, Jimmy. Gyors vonat indul Bostonba a 4-es vágányról. Nincs egy felesleges csoki, de egy Snickers vagy ilyesmi. Csak ne legyen kókuszos, mert a fogaim közé megy. Ez az én kajám. Húzzon innen, bácsi. A kemény legény vagy, mi? Merre tartasz? Mexikóba. Ja, Margaritaville-ben. Szeretem a tákoszt. Ez komoly ér. A törvény elől menekülsz? Vagy az asszony és a család elől? 12 éves vagyok. Van elég peszoszod a jegyre? Kicsit szűkében vagyok. Kicsit nagyon. Én szerezhetek neked egy jegyet is, némi apró pénzt is. Na gyere utána. A New York-i gyorsvonat most érkezik a 3-as vágányra. Látod ott azt a pénztárost? Egy rakás zsetont őriz abban a kuckóban. Mi a terve? Nem csak kemény, de bölcs is vagy. Kell egy kis elterelő hadmozdulat. Egy ilyen kisrác tökéletes a feladatra. Benne vagy? Na, várj. Portlandbe indul gyors vonat a 2-es vágányról. Kérjük, fejezzék be a beszállást. Előbb zűrzavart keltek, te pedig beszaladsz, amikor eljutsz a pénztárhoz, felmarkolod a sok aranyat, és ebbe beleteszed. Nem már, ez tök ciki. Az unokámtól nyúltam le, világos? Portlandbe indul gyors vonat. Fejezzék a biztonsági őrnél pisztoly van. Mi van, ha használja? Ha benne van a pakliban. Mi van, ha meglát? A szabadságot nem adják ingyen. Mennyire akarsz elhúzni ebből a koszfészekből? Nagyon akarok. Akkor hát légy kemény. Mint maga. Ellopta a kisunokája takaróját. Bácsi, ez egy buta ötlet. Nem ismerek senkit Mexikóban, és csak 3 napra elég a csokoládém. 3 napra, azzal csak Chicagóig jutsz el. Ott sem kellek senkinek.
Utolsó esély. Én vagyok a jegyed a szabadságra. De hát mi folyik itt? Elnézést! Itt van az adomány lerakó. A Vöröskereszt kicsit lejjebb van. Nem. Hallottunk egy lányról, aki itt dolgozik, Sally Reed. Ingyen osztogatja a ruhákat, remek ötlet. Nagyon praktikus. Mi ez az egész? Ajándékozás program. Akiknek nem telik ajándékra. Remek ötlet. A kaptárban veszem meg a karácsonyi ajándékokat, és egyúttal adhatok valamicskét a rászorulóknak is. Isten áldja meg. A kaptár egy remek üzlet. Megvan minden, ami kell? Igen, fénykép, születési anyakönyvi kivonat. Mi van, ha a rendőrség se találja meg? Elnézést! Nem látta ezt a kis fiút? Nem. Sally, figyelj, a rendőrség országos körözést ad ki. Mindenhová kiteszik a fényképét. Sally, rögtön utánad megyek, jó? Hello! Hogy én mennyit kerestem magát? Karl, sajnos rohannom kell. Kaptam egy fülest, hogy nagypapa elindult hazafelé. Magával tartok. Hadd köszönjem meg neki. Mit? A dobozban a családi örökség van, de a jövőmet is megpecsételte. Valóban. Joe, legyen hozzám őszinte. Ki maga? Ó, Karl, kérem, tényleg rohannom ne, kell. Ne, kérem! Tudni akarom, mit csinálnak itt Max-szal. És ne jöjjön nekem a kamukönnyekkel, először sem vettem be. Ez nem kamukönny. Sajnálom. Tudja, Karl, ez az egész dolog számomra annyira nincs tapasztalatom a búcsúzásban. Úgy érzem, összetört a szívem. Ilyet még sose éreztem. Oh, sose felejtem el a randinkat. Én sem. Magának olyan gyönyörű lelke van. Bár csak úgy láthatná, ahogy én. Most mennem kell. Nincs semmi hír? Semmi. Mindenhol kerestük Jimmy-t. Bejelentést teszek az eltűnt személyek hivatalához. Miért nem értesítette azonnal? Azt hittem, hogy meg tudom oldani. A kérelmét felejts el. Mrs. Vernon, kérem. De hát az öccse. Az öccse eltűnt. Mi van, ha valami baj történt? Egyáltalán ki maga? Valaki, aki tudja, hogy ez a nő mindennél jobban szereti az öccsét. Miután megtaláltuk Jimmy-t, ez már nem fog rátartozni. Sally nem bizonyította, hogy felelős szülő. Nem az a maga dolga, hogy összefogja a családokat? Az én dolgom helyesen dönteni a gyerek érdekében. Jimmy érdeke az, hogy velem legyen. Az egyetlen rokona vagyok. Adnia kell neki még egy esélyt. Azon már rég túl vagyunk. Sajnálom, Sally. Oké, akkor mindent megjegyeztél? Amikor elkezd orvosért kiáltozni, én lerohanom a pénztárost. Helyes, felmarkolod a stexet és elrohansz. Az állomás mögött találkozunk. Személyvonat indul délibe a hármas vágányon. Mit csinálsz? Mit szobrazolott? Mi a helyez a göcsi? Hát, nem tudom. Na mi, azt betojtál? Esélyt adok neked, hogy megváltoztasd az életedet. Oké, kezdhetjük. Szinkronizáljuk az órákat. Nekem nincs órám. Akkor 10-ig számolsz. 1, 2, 3, 4. Segíthetek, fiatalember? 5. Hogy mondod? 6, 7, 8. Ja! Orvos! Jaj! Hívjon orvost! Hívjon orvost! Hívják a 911-et! Jaj, orvos! Menjen hátrébb, kérem! Csináljanak neki helyet! Készen vagyunk az élőadásra, Mr. Marino. Mi ez a tömeg? Remek munka volt, Sally. Mi folyik itt? Nem. Maga már rég kitervelte ezt, és én kételkedtem magában.
Miért van itt ez a rengeteg ajándék? Sally! Ezt nem fogod elhinni. Többen látták, amikor megajándékoztad azt a hajléktalan nőt, és azt hitték, az is a része a kirakatok ünnepének. Ez óriási! A kirakatok ünnepéből az ajándékozás ünnepe lett. Elzi Vendolen, kettes csatorna, esti híradó. Kedves nézőink, itt állunk a kaptáráruház előtt, körülöttünk óriási a nyüzsgés, miután egy spontán adakozási láz ütött ki a város teljes lakosságán. Tehát kinek az ötlete volt ez, Mr. Marino? Mint ügyvezető igazgató... Sally Reed igazgató helyettes, ő találta ki. Igen, az ő ötlete volt, Sally, mi inspirálta? Mondja el, kérem. Hát, találkoztam egy hajléktalan nővel. Szegény, rongyokban járt. És iszonyúan büdös volt. És be nem állt a szája. Alig vártam, hogy elmenjen, mert nekem dolgom volt. De úgy fázott. Nem volt rajta semmi meleg. Úgyhogy... kivettem a kirakatból egy kabátot, egy sálat és egy pár csizmát. És mindet neki adtam. Tudják, minden ember kér valamit a másiktól. Most nem egy pár zoknira vagy egy kenyérpirítóra gondolok. Arra gondolok, hogy segítsünk, ahogy csak tudunk. Amikor csak tudunk, hogy egy másik ember kicsit jobban érezze magát. És ez olyan szép. De amit én kérek karácsonyra, azt nem lehet megvenni a kaptárban, vagy bármelyik más üzletben. Egy hajléktalan nő újra megtanított hallgatni a szívemre. És látni az embereket, akik ott állnak az orrom előtt. Csak remélem, hogy nem túl késő, mert a kisöcsém eltűnt. A neve Jimmy, és egy csodálatos fiú. Remélem, valaki megtalálja, és visszahozza ide. De meg akarom ölelni, és elmondani neki, mennyire szeretem. Annyira hiányzol, Jimmy. Bárhol is legyél, ha most nézed ezt, kérlek. Kérlek, gyere haza. A testvérem vagy. Csak te vagy nekem. Kérlek, gyere haza. A családom büszke magára, Sally. Ennek örülök, Mr. Marino. És az előléptetést vegye készpénznek. Maga az új igazgató. Ez gyönyörű volt. Csodálatos dolgot tettél, Sally. Kár. Hölgyeim és uraim, Houston Bay-i lakosok. Én is. Ez itt a kirakatok és az ajándékozás ünnepe. Kérem, álljanak sorba, és a Mikulás kiosztja az ajándékokat. Jöjjenek! Mindenki jöjjön ide! Vegyék át az ajándékaikat! Mintha láttam volna valamit. Mr. Max! Maga az? Apu! Tessék! Apu, mit keresed itt? Hallottam, mit csinálsz, Sally, és tudtam, hogy itt talállak. Igazad volt. Ibe? Megőrzöm a családi hagyományt, főleg karácsonykor. Mi lesz a berendezésekkel? Gyártunk egy olcsóbb terméket is. Jó, helyes. Abból fedezzük a kézi készítésű cikkek költségét. Tudom, hogy láttam valakit. Jimmy. Haragudj. Nem történt semmi. Talán megérdemlem, hogy ahhoz a családhoz kerüljek. Talán jobb volna nekem. Nem küldenek sehova. A kisöcsém vagy. Én mindig ott leszek melletted, megértetted? Ez a legjobb neked.
Mr. Max, mindent tűvé tettünk magáért. Joe tudja, hogy itt van? Ki az a Joe? Ne csinálja ezt velem. Tudom, hogy ki maga. Na, akkor ki volnék? Maxine. Hé, maga volt ott az állomáson. Rám sózta azt a rémes parfümet. Na, álljon meg a menet. Hogy lehetek ennyi ember egyszerre? Maga volt az eladónő a pult mögött. Tudja, sok mindennek neveztek életemben, de eddig még senki nem nevezett engem nőnek. Engedje meg, hogy bemutassam az apámat, Franz. Franz? Nos, Franz, örülök, hogy megismerhetem. Maga volt Kelet-Berlinben. Maga fogott kézen. Megmentette az életemet. Ugyanaz az arc. Ugyanilyen arcom volt 40 évvel ezelőtt? Maga volt az alagútban. Milyen alagútban? Öregem. Én klausztrofóbiás vagyok. Akkor sem mennék egy alagútba, hogyha az életem függene tőle. Ne haragudjanak, de most tényleg mennem kell. Várjon, itt kell maradnia. Nézze, mit tett értünk. Sajnálom, Sally. De rengeteg dolgom van ezen az estén. Maga csak kövesse a családi hagyomány. Vesse tovább azokat a díszeket. Max, várjon! Nem jött el búcsúzkodni? Ó, Max! Nem mehettem. Potyogtak a könnyeim. Nézze, milyen lett az arcom. Hát kölcsön adom magának megszint vízállós minkét. Csodákat művel. Milyen szép éjszaka. Szép, míg fel nem kell lapátolni ezt az izét. Hoztam magának valamit. Finom májva cukrot. Boldog karácsony, Joe. Boldog karácsonyt, Max. Tudja, valami nem hagy nyugodni. Minden szépen összeillik. Sally és Carl, a doboz és az apja. Ugye nem tévesztette el a címet? Mikor tévesztettem el bármit is? A szárnyunkba kerülhetett volna. De azért jól sült el, igaz? Ezúttal. Úgy tudom, felszabadult egy operatív állás a földön. Jaj, borzasztó, ne. Gondoltam, hogy ez lesz a vége. Megpályázhatnám. Ezek az emberek csodálatos teremtmények. Megint együtt dolgozhatnánk. Ideje indul. Jól van, Max. Lehet, hogy ez valami nagy dolog kezdete. Havazi! Szóval, nem volna kedvetek együtt ünnepelni velünk a karácsonyt? De! Szerintem ez remek ötlet. Éjfél van. Hivatalosan is karácsony van. Nézzétek! Ez gyönyörű, gratulálok. Nagyon tetszik. Nézd csak. Hurrá! Friedel Einstos tiszteletére.